Most Filip Miklós polgármester úr és Lukács Ágnes jegyzőasszony szeretnék köszönteni a néptankört. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Kultúra napján és a Zánkai Magyar Tenger Népdalkör 35 éves születésnapja alkalmával. Horváth Lajos azt mondta, hogy milyen nehéz neki szólni. Ezek után hát képzeljék el, hogy nekem milyen nehéz szólni Csíkszentmihályi Mihály és Horváth Lajos gondolatai után. Nem mondani ezt a pár gondolatot, amit szeretnék. A Magyar Kultúra napja nyilván a himnuszra való emlékezés, illetve a megalkotás emlékezésén túlmenően lehetőséget ad arra, hogy helyi közösségek, kulturális egyesületek bemutatkozzanak és megmutassák azt, hogy mire képesek. Így történt a Zánkán is a Magyar Népdalkör 35 éves fennállását ünnepelendők és a bemutatásakor. Ezen túlmenően úgy gondolom, hogy a helyi közösségnek kötelessége megköszönni annak, vagy azoknak, annak az embernek, aki az elmúlt évtizedekben, években ezt a munkát, ezt a tevékenységet segítette és működtette tevékenységével, mint egy motorja volt ennek. Szeretném felolvasni Önöknek Zánka község önkormányzatának határozatát. Zánka község önkormányzata a község érdekében kifejtett áldozatos közéleti munkája elismeréséül 3/2014 számú önkormányzati határozatával a köztiszteletben álló Kocsis Ervinné részére Zánka község díszpolgára kitüntető címet adományozott. A gimnáziumot Sárváron végezte, majd Szombathelyre vezették tanulmányait, a Szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézetbe, ahol 1962-ben szerzett jeles eredménnyel általános iskolai tanító végzettséget. Még abban az évben férjével együtt Lesence Istvánra költöztek. Életük következő állomása Zánka volt 1963-ban. Itt férje a községi művelődési ház vezetője lett. Ira néni ekkor összevont osztályban végezte tanítói munkáját, váltott munkarendben. Mellette a művelődési ház ügyeit is gondozta, férje katonai szolgálatának ügyenye alatt. Zánkai közéleti tevékenységében az időszámítás ezzel kezdődött. Házasságukból 3 gyermekük született. A család bővülésével végleg letelepedtek, és családi házat építettek Zánkán. Több éven át az általános iskola Révkülöpi intézményénél végezte munkáját, majd 1986-tól újra a zánkai iskolában tanított. Az oktatás és nevelés terén végzett kiemelkedő munkáját kitüntetéssel ismerték el. 1974-ben az oktatási kiváló dolgozója, 1984-ben kiváló munkáért kitüntetéssel. A község társadalmi szervezetének, közéletének aktív részese volt, és ma is az. Különös kötődése folytán fordította a figyelmét és tehetségét a 35 éve alakult Magyar Tenger Népdalkör felé. Ennek mai napig meghatározott tagja. 1996. december 30-án vonult nyugdíjba az Zánkai Általános Iskolából. Egyébben adományozta részére Zánka Község önkormányzata a Zánka Községért elismerést.
szinte kivétel nélkül minden egyes szervezet munkájában, a település kulturális életében részt vett. Ila néni töretlen igyekezetével hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Tengerpálnokör 98-ban szintén Zánka községért kitüntető címben részesülhetett. 2012 évben a község nyilvánosság előtt kapta meg aranydiplomáját. Kocsis Ervinné a civil szervezet vezetése révén sokat tett Zánka kulturális és zenei értékeinek megőrzéséért, megismertetésért és megmentéséért. Minden időszakban örök emberi értékeket képviselve élt. Példamutató kitartással bízi feladatait a magyarokig. Érdemeit elismerve a Magyar Tenger Népdalkör megalakulásának 35. évfordulója alkalmából községünk tisztelete és megbecsülése jegyéül adományozta a képviselőtestület részére egy kitüntető címet. Izgalommal és megilletődöttségben engedjenek Kornélia.